Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket innen a Dél-Dunántúról, azon belül is a Gúnyhatár mellől, Zala megyének a déli részéről, Porszombatról. Egy egészen, hát sajnos most már azt mondhatni, hogy nem egyedi eset miatt vagyunk itt, de egy egészen elképesztő és felháborító eset az, ami megint ide hívott minket. Nem meglepő módon megint a Labanc földszerzése van a középpontban. Ez lesz a mai videónk témája is. És meg szeretném kérdezni a mellettem álló Kovács Gyulát, hogy ő helyi tőzsgyökeres lakosként, egy olyan mozgalomnak a megalapítójaként, ami azt gondolom, hogy egy példaértékű munkásságot végez. Hogy látja ön, Gyula bácsi, ezt a problémát? Mivel állunk szemben már megint? Miért akarnak minket a saját hazánkból újra kitúrni? Hát erre nagyon egyszerű válasz van. Azért, mert hagyjuk. Ez a kulcsmondat. Mivel állunk egészen pontosan szembe? Hát én úgy gondolom, hogy népet még karddal, erőszakkal, puskával, ágyúval nem pusztítottak el. Viszont minden nép elpusztult, aki föladta identitását, hagyományait, örökségét. És én azt gondolom, hogy itt ez a nagy probléma, és ez a kulcsmondat, hogy mostanra az a kultúra, ami minket megtartott itt a Kárpát-medencébe sok-sok évszázadon keresztül, ez a kultúra van végveszélybe. És beszélhetünk arról, hogy a Labanc itt földet szerez, de a Labanc földet szerezhet, mert hagyjuk, hogy földet szerezzen. Erre lehetőséget adnak a magyar törvények, és lehetőséget adnak a magyar emberek, akik ezeket a törvényeket meghozták. Illetve hát azok a magyar emberek, akik eladják a Labancnak ezeket a földeket, hát hiszen annyi jó érzés nincsen bennük, hogy szeretett szülőföldünket, hazánkat legalább annyira védjék, hogy nem adják el egy idegen országbelinek, hanem inkább egy tőzsgyökeres, valóban földművesnek, földdel foglalkozó embernek adnák el. És egészen pontosan hogyan érintett ön most ebben a történetben? Mert hogyha jól tudom, akkor egészen közelről személyesen kapcsolódik önhöz az a történet, amiért mi most ide látogattunk. Igen, tehát tulajdonképpen itt mostanra egy olyan földvásárlás folyik, a magyar földnek az eladása folyik, ahol itt ezen a részen már gyakorlatilag alig-alig van magyar tulajdonban föld. És ezzel kapcsolatban éppen most nem is olyan régen kaptam meg a határozatot az illetékes hivataloktól, amikor egy földterületre rájelentkeztem én, aki ebbe a faluba élek, ebbe a faluba éltem le az életemet, itt dolgozom, itt fizetek adót, és egy osztrák állampolgár, akinek semmi köze nincs ehhez az országhoz, semmi köze nincs a kultúránkhoz. A földjeinkhez meg végképpen? Igen, a földjeink. Hát földjeinkhez már van köze, mert jelen sok száz hektárt bitorol, és gyakorlatilag magyarul se tud, csupán a befektetéseit helyezte át többek között ide is, és tulajdonképpen ő kapta meg a földet. Azt a földet, amit az őseink évszázadokon keresztül. De itt már megtörtént a bejegyző határozat is, tehát most már... Igen, ez ténykérdés. Tehát igen, ezek tehát tények. Ez eldőlt akkor ezek gyakorlatilag. Eldőlt, így van. És egy ikonikus helyen állunk, mit lehet tudni itt a mögöttünk álló keresztről? Tehát, hogy csak szemléltessük a nézőknek azt, hogy nem csak egy egyszerű, ha esetleg a néző azon egy egyszerű földről van szó, hiszen Gyula bácsinak ez az élete, ez a föld, de ami mögöttünk található kereszt, erről mit lehet tudni? Hogy lássák az emberek, hogy semmi nem szent sajnos a mai világban. Ez a kereszt, itt, ami a régi időben a Medes falu lakosai építettek valamikor az Árpád korba talán, keresztelő Szent János fővétele tiszteletére. Tehát ennek a templomnak a helyén állítottuk föl azt az emléket, tehát emlékezve arra, ami tulajdonképpen ennek a térségnek, Nyugat-Magyarországnak az elmúlt 1000 évben a legnagyobb traumája volt, a török futás, a török dugás. Igen, eddig. Hiszen én azért kérdeztem pont rá erre a keresztre, ezen az ikonikus helyen, mert egy párhuzamot szerettem volna állítani, hiszen a török dúlásnál láthattuk, ahogy gyakorlatilag a földdel tették egyenlővé szeretett hazánknak a nagy részét, de mégis voltak olyan emberek, akik újjáépítették, voltak olyan emberek, akik itt maradtak annak ellenére, hogy szinte semmit nem hagyott maga után a dúlóhad. És hát láthatjuk most, amikor nem karddal, nem lóháton jönnek, és nem íjakkal vadásznak ránk, hanem egész egyszerűen kihúzzák lábunk
alul a talajt, elveszik alulunk a földet. Kérdés az, hogy évszázadok múlva lesz-e még esetleg valaki, aki mondjuk egy keresztet állít, aki megtartja magyarnak ezt a részt. Hogyan látja ezt ön? Vagy most végképp elveszünk ebben a hadjáratban? Én úgy gondolom, hogy mindig az nyer, akinek erősebb az akarata. Hogy lesz-e még magyar jövő, az megint rajtunk. Ez egy nagyon jó mondás. Egy kislányom és három fiam van, és én már most azt tanítom velük, hogy mindenki olyan erős, amilyen az akarata. Én azt gondolom, hogy ha valamit nagyon erősen akarunk, akkor azt a célt el lehet érni. Én most személy szerint azért vagyok itt önnél, mert én azt a célt szeretném elérni, hogy a saját hazánkba végre ne üldözöttek legyünk, hanem nyugodtan, békében élhessünk, hiszen nekünk ez a Kárpát-medence, ez egy tejjel, mézzel folyó Kánaán, és mindent megad, amire szükségünk van. Igazán se a brüsszeli pénzekre, se az orosz gázra nincsen szükségünk ahhoz, hogy mi itt boldogan tudjunk élni. Arra lenne szükségünk, hogy megőrizzük magyarnak, és évszázadok vagy évezred múlva is ez a föld, ez magyar lehessen, ne pedig osztrák. Hát igen, és most ugye itt van ez a szakrális tér, és pár nap múlva lejár a kifüggesztés, és ez a terület is osztrák tulajdonba kerül. Egészen döbbenet, hogy a helyi önkormányzat mondjuk nem tudta helyi védelem alá helyezni legalább ezt a keresztet, holott ha jól hallottam, akkor a világ legnagyobb fa keresztje? Fából faragott keresztje. Hát igen, 20 méter magas keresztről beszélünk, és ha valami, akkor ez tényleg szakrális hely. Miután a helyi önkormányzat még a hősi emlékművünknek a helyét is eladta az osztráknak, forgattunk mi már itt egy filmet, aminek az volt a címe, hogy hontalanná válunk, hogyha hagyjuk, hogy kihúzzák lábunk alul a talajt. Demográfiailag a helyi társadalmat hogyan érintik ezek a földvásárlások? Mi tapasztalható Borszombaton? Itt nől gyakorlatilag a település lakosság száma, elvándorlás tapasztalható inkább, a gyerekek, akik itt születnek, azok helyben maradnak, itt tervezik a jövőjüket, vagy jobb hiány, mivel nincs föld, nincs ráépülő ipar, ezért inkább elvándorolnak innen. Nincsen már vidék, nincs már magyar vidék, tehát az én gyerekkoromban még több mint 700 ember lakott ebben. A településen mindenkinek földje volt, mindenki gazdálkodott, mindenki hagytak élni, még a szocializmusban is. Most már 100 fölött vagyunk, nem hiszem, hogy 200-ot eléri a falunak a létszáma. Nincsen se iskolánk. Porszombatnak az 1800-as évek közepén már két tanítós iskolája volt. Most se iskolánk, se óvodánk, se postánk, de még kocsmánk sincs. Hallhattuk, hogy gyakorlatilag, hogyha mi magyarok nem teszünk semmit a saját jövőnk megvédésének az érdekében, akkor milyen sors vár ránk. Egy egykor szebb napokat látott és megélt település, mely közel 1000 fővel rendelkezett lakosság számát illetően, ma már épp, hogy a 100-at eléri, és minden gyakorlatilag, ami a helyben lakó komfortérzetét növelni kéne, hogy növelje, az bezárt, mára megszűnt, tehát nincs, ami helyben tartsa az embereket, nincsen egy darab földjük, amely esetleg az önellátásukat, az önfenntartásukat tudná megoldani. Éppen ezért láthatjuk, hogy elnéptelenedik a magyar vidék, végső soron pedig nem is lesz magyar, hiszen egy osztrák majd megveszi. A rendszerváltás óta vidékfejlesztésről beszélnek a különböző pártok, és az elmúlt három évtizedben elveszett a magyar vidék. Igen, hiszen az előző rendszerben gyakorlatilag elvették a földjeinket, most pedig eladják alulunk a földjeinket. Igen. Különbség talán annyi, hogy itt már a visszaszerzése is kétségessé válik. Igen, és nagyon tanulságos, hogy tehát ugye ennek a vidéknek, ha röviden megnézzük a pusztulását, a kálváriáját, ha úgy tetszik, ugye jött először a kulák korszak. Ki volt a kulák? Azok a szabad gazdálkodó emberek, gazdaemberek, akik ennek a térségnek, ennek a vidéknek, a gyepűnek, a törzségnek, a bőcseinek tulajdonképpen a szellemi elitjét adták. Nyilván nem, aki nem felelt meg a rendszernek, azt elvitték, deportálták, egy része még vissza se térhetett. Utána jött a tieszesítés, és még azt gondolom, hogy ezt is túlélte volna, mert még mindig maradtak, ha csak egy kis töredék is a újrakezdés, de aztán jött egy kárpótlás, ahol gyakorlatilag hivatalosan vették el, és kapta meg egy másik elit azokat a földeket, ami... Nem őket illet. Te nem, az övék volt. Óriási lehetőséget kapott a külföldi földszerzés, amit tulajdonképpen a törvényalkotók teremtettek meg. Egy joghézagnak köszönhetően. Vagy mekkora volt. Vagy szándékosan. Nem tudom, tehát ekkorát tévedni szerintem nem lehet. Szerintem sem, tehát ez egy tudatos. De azért gondoljunk csak bele, hogy itt van ennek a térségnek a döntő többsége már külföldi tulajdon.
Tehát a maga a kultúrának a megőrzése. Ki fogja megőrizni a magyar kultúrát itt? Mit ki fogja megőrizni a Göcseinek a kultúráját, amikor a Göcsei már nem a Göcsei embereké, hanem osztrák tulajdonban van? Az az osztrák, aki magyarul se tud. Mit várunk tulajdonképpen? Mit várunk, és mit gondolunk, mit hagyunk az utókorra? Senki nem érez ebbe felelősséget. Az, aki eladja a földet, ugyanúgy az az állampolgár, aki a külföldinek adja. Közreműködik ebben az adásvételben. Tehát azért vétkesek közt cinkos, aki néma, ezt azért lássuk be, ezt már Babics megmondta nagyon régen. Így van. És azóta semmi nem változott. Tehát se a magyar állampolgár gyakorlatilag nem érez felelősséget, se a magyar állam nem érez felelősséget, se a magyar állam alatt dolgozó hivatalok és hivatalok vezetői nem éreznek felelősséget, és szépen lassan elfogyunk egészen egyszerűen. És pusztulunk és veszünk. És pusztulunk és veszünk, és ugye kérdéses, hogyha nem lesz, aki ezt a területet belakja magyarként, akkor milyen jövő vár ránk. Mennyi van külföldi tulajdonban? Tehát mit várunk ettől kezdve? Ha már nem vagyunk A saját földünkön otthon. Így van. Amikor így kimegyek van. Az utcára, és vagy nem német föld, osztrák földeken kell keresztül mennem, gyakorlatilag hermetikusan el van zárva, be van kerítve. Hogyha megnézzük, itt van ez a hegy, ami egy tündérker volt, tényleg tele szőlővel és minden egyébben, és valószínű, nem kizárt, hogy az utolsó gazdák idén születeltek utolján. Ezt nem is nevezhetjük más születnek, mert mindent elpusztítanak a vadak. Azok a vadak, tehát ami az osztrák... A természetes élőhelyükről ki lettek kerítve. Igen, de az osztráknak a vadgazdálkodás miatt gyakorlatilag ellehetetlenül a minden, tehát ellehetetlenül az élet. És úgy itt van ugye a tündérkert maga. Én közel 4 évtizede próbálom összegyűjteni a Kárpát-medence régi idő gyümölcsészeti hagyatékát. Ezzel kapcsolatban bejártam az egész Kárpát-medencét, a szórvány magyarság területét, mindenhogy eljutottam, vagy voltak jó akaratú emberek, segítők, akik ebbe segítettek, és létrehoztuk Európa talán a világ legnagyobb olyan gyűjteményét, ahol nem csak a fák vannak, hanem ott van a kulturális értékük is. Tehát itt éppen úgy itt van Benevekelek kékholmája, mint Mátyás király kormosalmája, vagy akár az a sárkörte, ami az 1200-as években először ír le a krónikás, akkor, amikor már még Európa nyugati részének gatyája se volt. Tehát nem csak a gyümölcs, hanem maga a gasztronómiai értéke, a népgyógyászat, a kultúra, itt van egy eszenciája, és ez például 2018-ban az osztrák egy jelentős részét elpusztította, úgyhogy a hajaszál nem gördült meg, és megtehette. Holott ennek az egész tevékenységnek, ennek az egész tündérkertnek a mi véleményünk szerint állami oltalom alatt kéne állnia, és hát nem, hogy csak oltalom alatt kéne állni, hanem egész egyszerűen óriási támogatásokat kéne a magyar államnak erre adnia, hiszen ez egy állami feladat, amit önök hajtanak végre. Gyakorlatilag itt a Kárpát-medence gyümölcsfa génbankja üzemel. És hát most ez kérdés, hogy végképp veszélybe került-e. Kérdés az, hogy ezt egy osztrák kényekedve szerint végképp elpusztítja-e, vagy van-e még valamilyen megoldás, tudunk-e még ezen fordítani. Én azt gondolom, hogy ez a tündérkert, ez nem érhet így véget. Egészen elképesztő, hogy a magyarnak az marad hátra, hogy esetleg elmehet cselédnek a szomszéd idegen államba, a szomszéd idegen állam állampolgára pedig eljön hozzánk grófnak vagy bárónak. Én azt gondolom, hogy ezt a folyamatot, ezt egyszer és mindenkorra meg kell szakítani. A magyar államnak kutya kötelessége a magyar földet megőrizni, nem pedig asszisztálni abban, hogy az idegenek kezére kerüljön, hiszen azért az ország, aki teleszüli, szokták mondani, de én azt is hozzá szoktam tenni, hogy azért az ország, aki a föld, hiszen föld nélkül nincs ország sem. Egész egyszerűen földön futók leszünk, hogyha ezzel a folyamattal nem fogunk egyszer és mindenkorra leszámolni. Éppen ezért mi a parlamenten belül is foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Én személy szerint a héten is napirend utáni felszólalásban kérdeztem volna a kormánypárti honatyákat erről, természetesen semmit mondó válaszokat kapni, illetve magát a miniszterelnököt is írásban kérdeztem, hogy neki mi a véleménye erről a nagyon káros folyamatról. Meglátjuk, hogy ő hogyan fogja ezt értékelni. Minden esetre mi azt gondoljuk, hogy ez tényleg a mi hazánk, és hogyha nem akarjuk elveszíteni, hogyha a gyerekeinkre, az unokáinkra, a dédunokáinkra szeretnénk még valamit hagyni, akkor nagyon-nagyon sürgősen észbe kell kapni, és nagyon sürgősen valami nagyon-nagyon komoly dolgot kell tenni annak érdekében, hogy ezt a folyamatot meggátoljuk és a visszájára fordítsuk. Úgy adja az Isten.
az alaptörvény egyértelműen fogalmaz. Az alaptörvény pécikkeje pontosan kifejti a magyar föld szerepét, és ezzel kapcsolatban érthetetlen, hogy ezek után egy ilyen körülmények között hogy kaphat egy osztrák földet egy magyarral szembe? Illetve elgondolkodtató maga az arab törvénynek egyáltalán a szerepe. Mert ez az alaptörvény tulajdonképpen, amire az országgyűlés esküt tesz. Erre tesznek esküt a hivatalok, és erre tesz esküt a miniszterelnök. Tehát felvetődik, hogy mivel van probléma velük, vagy az alaptörvénnyel, esetleg egy harmadik lehetőség, hogy talán bojkottálják a törvényt a hivatalok? Mert itt valaki hazudik. Valaki hazudik, és valaki óriásit hibázik, hiszen nem elég, hogy a történeti alkotmányunkat elvették egész egyszerűen tőlünk. Egy ilyen kreált, mondva csinált, összetákolt alaptörvényt kaptunk, de amint látjuk, még ez az alaptörvényhez sem hű a magyar kormány és a magyar állam, és egész egyszerűen figyelmen kívül veszik azt, hogy ebbe az alaptörvénybe mi van rögzítve, és azt a nagyon fontos tényt, hogy a magyar földet azt hogyan kéne védeni az elkövetkezendő generációknak, hiszen ez a nemzetnek a felbecsülhetetlen értékét képező vagyontárgya, nem pedig holmi jószág, amit kényünkre, kedvünkre adunk, veszünk. Mi azt gondoljuk, hogy a magyar föld az nem eladó, a magyar haza az nem eladó, egész egyszerűen ezért meg kell védenünk, és minden eszközt meg kell ragadnunk annak érdekében, hogy ez valóban így is legyen. Tehát ez a tündérkert egy szelete, 11 kert van, és mintegy 10 000 fá, 3 500 fajta, több mint 2 000 változat ezen belül. Ez a gyűjteménynek minden egyes fája úgy van, ahogy az őseink 1000 éven át csinálták. Nem használok vegyszert, nem használok metszólót, tehát egyszer elültetem és hagyom őket. Tehát ugye nagyon nagy tanúság, hogy most, amikor egy ilyen műanyag társadalomban élünk, ahol minden agyon van vegyszerezve, tönkretesszük a bolygónkat, tönkretesszük a világot, meg közben tönkretesszük magunkat is. Nézzük meg, hogy az előző rendszer, tehát a rendszerváltást megelőző rendszer milyen eszközökkel dolgozott. Olyan eszközökkel dolgozott, hogy azokat a parasztembereket, kulákokat, községük kitűnő gazdáit kimozdította, kitelepítette a Hortobágyra legjobb esetben, tehát ezek a családok ugye gyökerestül kitépésre kerültek a saját környezetükből, illetve a vidék népességét pedig ugye besöpörték ipari központokba és lakótelepekre. Elszakították őket szó szerint az anyaföldtől. Szó szerint elszakították őket az anyaföldtől. A föld elvesztése, a községhatár elvesztése, az azzal jár együtt, látnunk kell, tehát ez nem hangulatkeltés, és nem teljesen objektív módon látnunk kell, hogy gyakorlatilag egy végfelszámolás, egy olyan eljárás zajlik, aminek a végén valahogy az ember is eltűnik, és a falu is eltűnik.